Hello, sziasztok, egy unboxing, egy Nice Power 30 volt 10 amper szorozva 2-vel, hidalható sorba párhuzamosan köttethető, mert ugye van rajta gomb elméletileg. Nézzük már meg, mi ez az SPS 3010 2KD. Elméletileg ez nem csak egy 30 volt 10 amperesnek kéne lenni, remélem nem nagyon picikének tűnik és túl könnyűnek a doboz. Mindjárt meglátjuk, mi jött. Mintha nem is ennek kellene lenni a számának, de nem emlékszem én annyira pontosan erre, reménykedjünk benne. Egy garancia levél. De hogy jót küldenek. Betápkábel. Talán dupla, mert kettő madzag jött hozzá. Reménykedjünk. Ez könnyen kijött a dobozból, jó, túlméretesek a dobozaik. Olyan kis könnyű, ahhoz képest, hogy ez egy 600 wattos táp, ugye, mert ezt a 30 volt 10 ampert, ezt kétszer tudja. Na, az a duálos, ha nézzük meg, mit rejt ez. Ha már egyszer úgyis itt két napja melegszenek a műszerek másokból, meglepetésszerűen bejött vele a postás. Kettő ventilátor, mondjuk jó pici ventilátor, biztos jó zajos lesz. Minél kisebb venti, annál nagyobb fordulat, és akkor az zajos. De jó pofa. Tetszik meg, hogy jobb oldalon van a plusz végre. Jobb oldalon van a plusz. Szorítós picúr banánok. Meglássuk, meglássuk. Mi van hátul? Számítógép csatlakozás. Nuku. De hát nem is kell. Mit ír ez a matric? Azt írja, hogy... Hát, hogy ez elég ez. Kiderül. Adjunk neki tápot, nézzük meg. Hogyan működik, mennyire zörög, mi jön ki belőle. Erre nagyon kíváncsi vagyok. Régóta dupla tápot akarok, mert hát hidalható kell már, hogy tudja a plusz-minusz 30 voltot, vagy azt is tudja egyébként, hogy legyen 20. Ó, de jó pofa. Jó pofa a kijelzője. Olyan nagyobbnak látszott a képen, azt hittem akkora, mint egy Vamptec. De hát ez olyan picikébe megépítették, de egyébként akkora kijelző, mint a Vamptec. És direkt be áramfesz tekerés. Hú, de jó. Ugyanúgy tizedeseket lépsz, azonnal ott vagy. Ez tetszik? Tényleg mind a kettő. Prima. Ugye 31 a maximum. Ja, menjünk előrébb. Na most itt állítok, alany és az állítmány. Ezt akarom. Áram. Minden fő van tekerve maximumra. Ez hogyan van? Feszültség, nem, áram feszültség. Jó, meg kell majd szokni. Így külön vannak, így sorba köti a kettőt. Ugye? Szeriálba. Akkor most a 60 voltot föl kéne tudnom tekerni, és gondolom ezen. Most 60 volt 10 amperünk van, igen. Szóval tudja 60 volt 10 ampert, és akkor ugye ezen jössz ki. Vagy átnyomhatod párba, akkor pedig az ellenkezője lesz 30 volt 20 amper. Mindjárt lemegyünk odáig. Voltage. És mit állítok megint? Sose tudom, melyik tizedesen vagyok. Ja, így 31 volt és 20 amper. Azért az kemény ez is. Hát, mérjünk legalább rá, hogy ilyen feszkók jönnek ki, ha már van itt egy csomó műszerünk. Ugye ezzel nincs, hogy kimenet tiltás, hanem rögtön ott van. Nincs egy út gombja, csak bekapcsolni tudod, meg tekergetni. Ami nem is baj. Hát a 31 volt így, azért az nem semmi párhuzamos módba is, az teljesen ennyire, az ovon van rákötve. Rátegyem a tetejére. Talán jobban látszik, vagy így látjátok egyszerre a kettőt. Hát ez sprintcsó. És ha most szériába átmegyünk, sorba kötötte, átlogikázta, és ott van a 60 volt. Ez teljesen jó.
Teljesen jó. Independent, ugye akkor megy mind a kettő, de akkor nem ezen a lyukon, hanem ezen meg ezen. Szóval itt van egyszer 31 volt, és a másikon is 31 volt. Ez prima. Ez nagyon ott van. Mérjünk egy áramot? Erre nekem van itt egy feláldozható nevű műszerem, ami 20 ampert mér. A 10 amper az tényleg 10 amper ott, tudja. Ugye most az egyik tápot tekertem el. Még fontos is ez a visszamérés. Egész jó. Nézzük meg a másikat, ugye ő is megy. 10 amperen volt még, és ugye áram. Hol voltunk 4-4-en? Prima. Ez nagyon prima kis műszer. Kisebb áramokon. Itt is jó. Már hogy a beállított érték. Ugye itt csak CC-t tud, se OCP, semmi extra nincs, de nem is kell a nagy bucsú. És még az ilyen picike áramok is. Hát ez nem semmi. Ez nem semmi. És a visszamérése is pontos. Mert ugye a beállított az 50, de tudja, hogy azt nem tudja tartani, és visszaméri a valóságot. Egy kicsit puha a kijelző. Ez is puha. Sose nyomkodtam meg. Ez egy kicsit vastagabb plexiből van, vagy kisebb a felület, igen, nagyobb az alátámasztás, csak a szélén van, azért éreztem, ahogy most így hozzányúltam. Remélem, a remove az nem az egészet húzza le, csak a fóliát. Ez tetszik. 1,050 van beállítva, ugye visszaméri az 1,30. Ez nekem ez nagyon-nagyon tetszel. Jó kis műszer. Nem, hazudik, és ez most tényleg annyi. Mondjuk ezt az 1 egész ampert, ezt megmérhetjük egy komolyabb műszerrel is. Most arra azért még kíváncsi vagyok, hogyha ezt én összezárom rövidre, akkor ez mekkorát szikrázik. A 30 volt, csak úgy akarom, hogy ne nyúljak bele. Ugye, mert a vamptekekkel az a gond, hogy iszonyatot. Ez is. Szóval van kondi a végén. Úgyhogy ezt így most bedugod egy műszernek, akkor az első pillanatra iszonyat áram jön, ezért nem is dugom be egy olyan műszerbe. Maximum úgy, hogy a voltage-et visszatekerem. 1 voltra. Tudnám, hogy mit állítok. Most 1 volton vagyunk, ugye visszaméri. Akkor ugye nincs szikra, mert nincs akkor a feltöltés, és nem ugrik meg annyira az áram. Rövid zárásba tudja az 1050-et. Ugye 10 volt esik a mérőkávelen, de így már bemerem dugni így egy műszerbe, így mert egy komolyabba, hogy mennyi az 1050. Na, azt mondja, hogy éde, áramot mérünk, autóba, és ide, és DC-t mérünk. Hát ez, amit ő mér, az halálpontos. Azt kell, hogy mondjam. Nagyon jó! Ezen a tápon is visszaállunk 1 voltra. Így. Ugye még mutatja, hogy most esik vissza. Ez tetszik. Ez tetszik. A visszamérése is se hazudik. És az áramot pedig itt is visszatekerjük 1 amper köré. Na, 440 milliamper. És akkor átdugjuk oda, hogy azt mennyi, mert ezt az 1050-et, ezt hót pontosan tudja. Nézzük a másik tápot. 433 milliamper, tökéletes. Ugye nagy kérdés, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen plusz-minusz tápot sorba kötsz? Ezt kimerné rövidre zárni úgy. Már hogy nem úgy, hogy szer, és akkor itt nézed, hanem hogy plusz-minusz tápnak használod, és a plusz-minusz táp túlsó vége kötődik rövidre. Hát azt nem merem megpróbálni, annak utána kell nézzek, hogy az bírja, de végül is ezek erősítőt éleszteni, általában plusz-minusz tápos rendszerek, úgyhogy muszáj volt egy plusz-minusz tápot beszerezni, mert ezek mindig csak szimplák.
Hát ennyi volt ez az unboxing videó, ez a Nice Power, ez tetszik. Most majd meg fogom mérni, hogyha meg lesz a kéziszkópom, mert én azzal szeretek zajt mérni, a zajt, meg lesznek tesztjei. Iratkozzatok fel, hogy erőse, és semmire nem maradjatok le. Sziasztok!